László ül a kameránk előtt, és Rákos Liget 114. születésnapját ünneplő rendezvénysorozat egyik záró rendezvénye a mai, amikor is művészbarátjával előadást tartanak, Kálvária és templomüveg címmel. Mielőtt erről az előadásról és erről a témáról kérdezném, hát szeretném megkérdezni Domonkos urat, hogy mit tudhatunk róla. A beszélgetésünk alapja lehet az is, hogy hát nem tudom, talán 2 éve volt az, amikor legutóbb beszélgettünk, akkor egy nyomtatott sajtótermékben jelent meg egy portrébeszélgetés, és akkor azt követően végsétáltunk ebben a házban, ami a Tudományok és Művészetek házának készült. Lelkesen beszélt és reményekkel telve. A ház működik, a ház csinosodik, de Domonkos urat szemem elől tévesztettem. Szeretném megkérdezni, hogy mi van önnel. Kérem, mesélj magáról. A legutóbbi találkozásunk óta hogy tennek a napjai? Mi történik önnel? Hát elég nehéz röviden elmesélni, de megpróbálom. Én most egy kicsit szabadságra tettem magam itt a házban. Hát elindítottuk még annak idején a Művészek Alkotó Társaságával ezt a házat, romjaiból próbáltuk rendbehozni, de hát közben ugye ez az Egyesület, a Művészek Alkotó Társasága, bugottan mondhatom, hogy összerogyott. Hát úgy látszik a dolog, hogy az alapokkal volt baj. Tudnélik, az Egyesület összehozásánál, az első tagok begyűjtésénél a szervezők nem arra figyeltek, hogy egy húron pendülő társaságot hozzanak össze művésztársaságon, hanem tulajdonképpen arra, hogy minden pártállásnak megfeleljen, hogy van, akinek van diplomája, van, akinek nincs diplomája. Szóval valami ilyesmi szerint volt a válogatás, legyen benne abszolút dilettáns, legyen benne profi, legyen benne öreg, legyen benne fiatal. Végül is ez az Egyesület nem találta meg az összhangot, és már amikor ez a ház elindult, amikor az első lépéseket tettük itt a helyrehozatalban, attól kezdve ez a társaság, ez az Egyesület tulajdonképpen távol tartotta magát a munkától. Úgyhogy hát végül is így több más egyesülettel együtt sikerült megcsinálni, legalábbis eddig eljutni, ameddig eljutottunk. Főleg itt ki kell emelnem a Rákosligeti polgári kört, akik minden alkalommal nagyon sokat segítettek, még a művészeti kiállításokat is a polgári körösök rendezték. Hát ezután azt kell mondjam, hogy tulajdonképpen szétcsúszott a Művészek Alkotó Társasága, senki semmilyen funkciót nem vállalt, kiállításokon nem vettek részt, tehát volt itt 100 éves ez a ház, volt egy ilyen kiállítás a Szecesszió címmel, alig-alig küldtek be munkát, nem vettek részt benne. Utána volt egy Liszt kiállítás, tudatos bojkott történt, és utána én aztán szabadjára eresztettem, mivel senki semmilyen funkciót nem vállalt, én az elnökség végül is rajtam ragadt, ezt se vállalta el senki, úgyhogy az Egyesület automatikusan szétesett és megszűnt. Ez alatt, az idő alatt, amikor már éreztem a pusztulását ennek az összetákolt egyesületnek, már intézkedtem, hogy a polgári kör vegye át ezt a házat, hogy ne legyen fölösleges az a sok befektetett munka. Mivel hogy a polgári körnek is tagja vagyok, úgyhogy magam kérelmeztem azt, hogy a polgári kör
használhassa a továbbiakban az épületet, egyéb, a többi más egyesülettel, helyi egyesülettel egy jó lokál patrióta kör alakuljon ki. Azóta is azt kell mondjam, hogy a ház működik, előadások vannak, különböző egyesületek tartanak benne rendezvényeket, szerény körülmények között, mert a ház pénzt, támogatást nem kap. Annyi a támogatás, hogy bérben van az önkormányzattól, de a karbantartásért és egyébért, fenntartásért nem kell bért fizetni. Úgyhogy így megy tovább a ház, ennek örülök egyébként, hogy nem veszett el az a sok munka, az egy csúnya dolog lett volna, hogyha végén vissza kell vinnem a kulcsot, hogy ennyi volt. És itt néhányan halálra dolgozták magukat ezzel az egyesülettel. Na most, amíg ez történt, ez 2009 őszétől indult meg ennek az épületnek a felújítása, ugye azzal a címmel lett volna, hogy Művészet és Tudomány háza. Hát ugye ez a valamikori régi központi szálloda, alatta az Elit mozgó, később Elit mozgó lett, azután pedig Maros filmszínház. Hát az volt a terv, az alapterv is az volt, hogy lent több funkciós legyen a terem, kiállító terem, mozi, előadó terem, kávéház. Fönt pedig szakkörök, különböző foglalkozások legyenek, és hát a nagy terv az volt, hogy a padlásteret lakhatóvá tesszük, így aztán vendég előadókat, művészeket tudunk altatni. Az emeleti a szobában megkezdett beszélgetésünket a kényszer megszakította, hisz megkezdődött az az előadás, amely tulajdonképpen ide csábított. Amely előadás az előző beszélgetés részünktől eltérően egy vidámabb történet. És szeretném, hogyha most akkor arról beszélnél, hogy a múlt után, most a jelenben mi van, mi épül, mert hogy erről szólt az előadásod. Igen. 2011 végén, miután hogy a MAT-tal, a Művészek Alkotó Társaságával befejeztem a működésemet, továbbiakban polgári kör tagjaként működöm, nem azt mondom, hogy 100% gőzerővel, mert ezt nem tudom megtenni most. Kaptam különböző megbízásokat, most ezek közül, amit fontosnak találok, amit első helyen kell említenem, ez a Puszta Szabolcsi templom üvegablakainak elkészítése. Szinte Gáborral indítottuk még annak idején a munkát, erre itt az előadáson utaltam is, hogy évek óta segítettem neki, betegsége alatt is segítettem neki, és hát itt említenem kell a Szent Simoni templom, mi képek egy részének a ragasztása, másrészt meg kellett festeni bizonyos dolgokat. Ő már ebben nem tudott részt venni, mert már akkor beteg volt. És továbbiakban már több kiállításához és több általa készített műalkotáshoz segítséget adtam. Ami egy ilyen nagyon fontos munka, amit már említettem, ez a bizonyos Puszta Szabolcsi templom üvegablak készítése. Ő indította el, feleségemmel, Bán Máriával készítettük a két oldalrész festését, én csináltam a technikai kartonokat, és utána leállt, ennek meg volt az avatása 2011 pünkösdjén. Utána pedig hát elég lassan őrültek a malmok. Szegény szinte Gábor mester csak várta, hogy mikor folytathatja a munkát, de
2012 őszén meghalt. Az volt a kikötése, és ezt üzente az özvegy által is, és barátaink által is a kórházból, hogy én folytassam a munkát. Hát teltek múltak a hónapok, ugye 2012. novemberében kaptam a szóbeli megbízást, és 2013. márciusában, március-áprilisában tudtam csak elkezdeni a további munkálatokat. Kettő üvegablak készült, kettőt készítettem akkor. Minden üvegablak három részből áll. Úgyhogy hiányzott a templom első ablaka, a második az Szinte Gábor által tervezett Szent István, a harmadik Szinte Gábor által tervezett Szent László, és a negyedik ablakegység, hármas egység, azt pedig megint én terveztem. Az pedig 20. század szent életű szentjei és szent életű személyiségei itt ábrázolja. Hihetetlen tempóban kellett elkészíteni ezeket a terveket. Erre vázlatok voltak Szinte Gábortól, de hát bizonyos dolgok, mivel ez most 4 méteres, itt nem lehetett ilyen pici rajzokat egy-egyben fölnagyítani. Úgyhogy teljesen újra kellett tervezni a kezdetek részt, amin Adalbert, középen Géza és jobbra Szent Gellért látható. Ha lejjebb tekintünk, akkor ott pedig az ifjú Szent Imrét találjuk. A templom Szent Imre templom, puszta Szabolcson. Úgyhogy innen indítottam, fölötte pedig ilyen magyar mitológiára utaló jelek szerepelnek. Ha most kettőt kihagyunk, ugye a negyedik üvegablakon pedig Mindszenti Józsefet látjuk fölül, balra Márton Áron, Csíksomlyó, Pabba Mária, Mindszenti József alatt látjuk Máriacelt, ahol ő misézett az utolsó időkben, Esztergom, az esztergomi bazilika képét, ugye, mint hercegprímás, oda tartozott. Alatta angyalokat látunk, akik visszavárják, visszavárták, vissza is érkezett. Ott helyezték örök nyugalomra az esztergomi bazilika altemplomában. Alatta a letett pásztorbot és egy feszületet látunk, piros-fehér zöld szalaggal, Népek Krisztusa Magyarország címmel, címet adtam ennek a kép résznek, Remegyik Sándor verse alapján. A jobboldali sávban Apor Vilmos vértanú képét, Apor Vilmos püspök képét látjuk, aki az óvóhelyen megvédte a hát főleg apácágba álló megbúvókat, de viszont lelőtték, és ez pont húsvétkor történt. Alatta Brenner János plébános látjuk, akit megöltek 1957-ben, sok fenyegetés után, és jobbra lent pedig Tóth Ilonát látjuk, aki orvostan hallgató volt 1956-ban, és hát tulajdonképpen egy újság szerkesztése miatt, az Élünk című református újság szerkesztése miatt csukták le, ugye a november 4-e és 10-e között időben volt a szerkesztő, és 10-e után csukják le, és utána pedig koholt vádak alapján halálra ítélik. 1957.
június 28-án hajnalban kivégzik. Fölötte a Pelikán jelvény, az áldozatvállalás, önkéntes áldozatvállalás jelvénye. Ezt ugyanúgy megtaláljuk Vincenti József pásztor botján is, ott is szerepeltetem a Pelikánt. Ráadásul nagyon használatos jel a reformátusoknál, ugye a Pelikán is, azt kell mondjam. Ami el szoktak akadni általában, hogy hát hogy kerül ide egy református személy, ez külön cél itt, hogy nem csak katolikus szentek, szent életű személyiségek szerepelnek, hanem szent életű magyarok, függetlenül attól, hogy milyen valláson vannak. Pelikán még azért is helyeztem itt Tóth Ilonánál el a képen fölül, mert ez egy állatövi jegy is egyben, a Pelikán a nyári napfordulónak a jele, ez az a hónap, amikor kivégezték június 28-án, az a hónap az éppen a rákhava, a fordulat, és ez a Pelikán egy ilyen fordulatot végez. Na most a továbbiakban jelenleg folyamatban van a Fejér megye szentjei, szent életű személyiségei című kompozíció, szintén hármas egység, és ez már az ötödik a sorban, itt már elérjük a karzatot, és az északi oldalon az első pedig az egyházi zene. Hát reméljük, hogy rövidesen a többi is elindulhat, ezt november 8-án tesszük a helyre, ezt az elkészült kettőt, és még három, ami készül, az annak körülbelül húsvétra pünkösdre kell elkészülnie, és akkor egy marad még a végén, annak még nem tudom a határidejét. Ez lesz a jövő évi program. Ez a beszámoló, azon túl, hogy bemutatta a készülő képsorozatot, egy kultúrtörténeti kirándulás is volt egyben a jelenlévők számára, és hát belemutatott az ön világába, amelyik nagyon sajátos világ. Nagyon szépen köszönöm, hogy megtisztelt minket azzal, hogy beszélt róla, és hát kíváncsian várjuk, hogy amikor ezt átadják, akkor milyen lesz a fogadtatása. A közönségnek én úgy láttam, hogy nagyon tetszettek a képek, és hát a filmen is megtekinthetik azok, akik érdeklődnek. Köszönöm szépen!